sorozat szerkesztő Kadási János. Orosz István atyát, a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely igazgatóját kérdezem, hogy mi Mária Pócs története? 1896. november 4-én egy közös imádság alkalmán vették észre, hogy az Istenszínek a személyében valami változás történt, hogy leesett az álló, kicsit tipróltak, hogy mit csináljanak, hogy csinálják. A hír az nagyon gyorsan elterjedt, hogy Pócson csoda történt, kivizsgálás is történt. Emléken szolgáló császári seregeknek a vezére is eljött, és ő adott parancsot arra, hogy vegyék ki az ikont a helyéről, és nézzék meg, hogy nincs valami turpisság. Tehát jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy senki semmiféle emberi kéz által többi beavatkozásnak nyomot nem talált. És nagyon érdekes egyébként, hogy itt lakó protestáns hírek közé is nagyon sokan megillettek.